A tavaly felavatott Abádi Rév emlékműnél tartották meg a hagyományos városnapi ünnepséget, ahol a fiatalok köszöntése mellett átadták a város elismerő díjait is. A fiatalok hagyományos köszöntése után Balogh Gyula, a város polgármestere köszöntötte az ünneplőket. Az idén 125 éve egyesült a két település, 1896-ban Tiszaabád és Tiszaszalók azóta Abádszalók néven éli tovább regényes életét. Mint a szülők gyermeke, két összeillő ember közös tulajdonságait magában hordozó utód. Az élet legfőbb értelme. Abádszalók mindig törődött adottságaival, egyedi arculatával, mindig voltak, akik őrizték hagyományait, megbecsülték értékeit, gyűjtötték azokat, továbbadták az utókornak. Számos olyan értékes ember élt és él itt, akik térségi szinten, de országos szinten is jelentőset alkottak, vagy helytörténeti jelentőségük kiemelkedő. Itt vannak velünk azok a fiatalok, akik most kezdik nagykorúságukat. Az elsők, akik névre szóló téglát vehettek át tőlünk, mint építőkövet, ma már 24 évesek. Minden lehetőség megvan arra, hogy közülük is kerüljön ki egy-egy olyan neves szülöttünk, vagy Abádszalókhoz kötődő híres személyek, mint Laki Kálmán orvos-biokémikus, Ember Mária írónő, Ember Judit filmrendező, Kovács Miklós egyetemi tanár, Abádi Benedek kutatója, Kovács Mihály festőművész. De itt született Udvarhelyi Miklós színész, aki Katona József, a Bánkbán szerzőjének a barátja volt, vagy Abádi Nagy Zoltán egyetemi tanár, a Debreceni Egyetem rektora, aki ezúton is üdvözletét küldi önökhöz, de egészségi állapota miatt nem tud személyesen jelen lenni, de lélekben itt van velünk. Tavaly nagyon szép előadást tartott itt ezeken a pódiumon. Sorolhatnám még, de hosszú lenne a lista. Jó tudni róluk, jó utánuk olvasni, jó rájuk büszkének lenni. Fontos, hogy tisztában legyünk mi is vele, hogy mennyi értékes embert adtunk hazánknak, a világnak. Elmondta, hogy Kovács Sándor országgyűlési képviselő szólt az abádszalókiakhoz. Egy különleges hely, amiben minden esszenciája benne van az Alföldnek, a Tiszatónak, a Tisza történelmének és a Tisza jelenjének, de benne van a Tiszató jövője is. Mert hiszen, hogyha valaki megáll a Tisza parton és elnéz a túloldal felé, a sziget felé, és a vízparton azt látja, hogy itt vagyok Abádszalókon, ilyen volt 30 esztendővel, talán 40 esztendővel ezelőtt is. De csak eddig a pillanatig mondja, hogy ilyen volt. Amikor hátralép két lépést, és megfordul a város felé, akkor azt látja, hogy itt az elmúlt 30 évben, de talán az 5 évben is nagyon sok megváltozott. Hiszen nem ismer rá a strandra. Nem ismer rá, hiszen teljesen megújult, teljesen modern, teljesen 21. századi. És hogyha megteszi azt a fáradtságot, hogy beljebb jön a városba, akkor is azt látja, hogy ez a település, a Tiszató szíve, megújult. Több ezt követően Huba Imre, a Jászlanykun Szolnok megyei közgyűlés elnöke mondott beszédet. És napjainkban nagyon sokan dolgoznak helyben azon is, hogy egy kiforrott karakterrel, pozitív üzenettel és saját egyedi profillal egy barátságos, fejlődő település képével szólítsa meg a vendégeket. Az egykor nagyon nyüzsgő, zenétől hangos település felváltotta a vízisportokat, a horgászatot szerető közönség, és már nyugodtan egy pihentető atmoszféra fogadja az ideérkezőket. De megmaradt a vízisport, megmaradt a horgászat, megmaradtak az itt eltöltött szórakoztató napok és hetek. És ahogy múlt az idő, és jött a jövőnk, a tapasztalt lokálpatrióták és innovatív fiatalok már jól megférnek egymással. A 2005 évi várossá válás óta óriási fejlődésen ment át a város. Látványos az előrelépés, és nem csak a turizmus terén, hiszen az idegenforgalmi beruházások mellett a város zöld felületeinek rekonstrukciója is megtörtént,
valamint az önkormányzat gondolt a jövőre és befektetett az energetikába. A bölcsődei férőhelyek kapacitás bővítése is megvalósult, ami szintén a jövőbe vetett hitet mutatja, hiszen az a település, amely bölcsődébe, óvodába, iskolába fektet, az a jövőbe fektet. Új orvosi rendelő épült, valamint a Kovács Mihály általános iskola is megújult, így összességében több mint 1 milliárd 120 millió forint összegben érkezett fejlesztési forrás a Bátszalókra. Minden évben ilyenkor adják át a város kitüntető díjait is. Idén Györfi Sándor Kossuth díjas szobrászművész vehette át az Abátszalókváros díszpolgár elismerést, majd Pataki Zsoltné, Bordás Judit könyvtárvezető kimagasló munkáját ismerték el a rangos Abádi Benedek emlékplakettel. Az ünnepség után került sor a 15. Hal Vadfűző Fesztiválra, ahol a finom ételek mellett színpadi műsorok, gyermekprogramok és koncertek szórakoztatták a kilátogatókat.